Szép jó napot kívánok! Nem is így, hanem így. Egy aktív pauszt nyomunk. No, előfordulhat, hogy a múltkor nem volt túl jó a hangerőm. Ezen remélem most tudtam javítani egy kicsit. De most akkor térjünk rá arra, hogy hogyan kell a Mirage-nak kétfajta rakétáját, illetve a Gunt használni. Ezek viszonylag egyszerű dolgok, ugyanis nem túl bonyolult ez a rendszer, vagy legalábbis nem túl bonyolultan van lemodellezve a DCS-ben. Az első és alapvető dolog, hogy hol vannak a fegyverek. Nos, ez a fő Master Arm Switch, tehát ez a fő bekapcsolója a fegyvereknek. Levegő-levegő fegyverekről fogok most beszélni, ez három dologot takar. Az egyik a Matra Magic 2, ami egy hőkövető rakéta, tehát IR, illetve a Matra Super 530D, ami pedig egy semi-aktív radar homing, tehát egy olyan radar követős rakéta, amelyik nem rendelkezik önálló radarral, tehát nekünk kell rajta végig tartani a lockot az ellenfelen. Jó. Kicsit gyorsan vegyük át a radar kezelését még egyszer. Ugye a PCH volt az, ahol 3 percig kell tartani a felszállás előtt, vagy az alignment előtt, a bemelegítés előtt. Ez a 3 perc alatt ő bemelegszik, és hogyha már nincs itt két nagy darab X, egymást keresztező vonal, illetve egy X, egymást keresztező vonal, akkor lehet menni a shield módba, ami egy standby, ahol éppen nem emitálunk, tehát nem látszunk a radaron, vagy az RVR-en, senkinek sem. Illetve, hogyha bekapcsoljuk EM-be, akkor az emit mód jön be, ami viszont már tud sugározni, tudunk vele keresgélni, illetve látnak minket. Jó, fontos dolog, a radar grid selector, ez ugye beállítja, hogy szeretnénk ilyen félkörívesen látni, mint a SU-27-ben, vagy egyenesen, mint az F-15-ben. Radar scanline selector, ez ugye line-onként, tehát 1 line 3 fok, 2 line 6 fok, 4 line 12 fokban látunk előre. Erről most nem beszélek, ez elvileg nincs beimplementálva a játékban még. Illetve a radar range selector, ugye ez a, hogy mennyire távol lássunk. 5-10-20-40-80 mérföldre érdemes, onnantól fölfelé csak a lokális földi radarok tudnak nekünk kommunikálni, vagy AVAX, egyik sincs még integrálva a DCS-be. Jó, itt egy azimuth selector, ugye az, hogy 60 fok, 30 fok vagy 15 fokban lásson széjjel oldalt irányban a radarunk. És hogyha már a radarról beszélünk, itt vannak előttünk a kis célpontjaink. Kapcsoljuk is be a fegyverrendszerünket, és itt az RDO segítségével tudunk lokkolni a legközelebbi célpontra, ha azt megnyomjuk. Ugye alapból ki van választva itt most a gun, aminek itt látható a snake-je, tehát ez a gun solution-nek. Én azt mondanám, hogy hát el is tűntek persze, mert addig hülyeskedtem. Nem mindegy, ott is vannak, igen, csak kicsit följebb mentek valószínűleg, vagy én mentem lejjebb. Jó, elengedem magamat, és kicélzom az egyiket. Ahogy látszik is, egy kocka jelenik meg itt. Itt most álljunk meg. Egy kocka jelenik meg, benne van a célpontunk. Ez a kicsi kocka mellette, ez az intercept kockája. Tehát, hogyha utol akarjuk érni konkrétan mellé, vagy nagyon közel hozzá, akkor ezt kell megcéloznunk. Ez a célzó keresztünk, tehát ezen nem feltétlenül kell ezen belül legyen, de ez mutatja azt, hogy range-ben vagyunk. Tehát azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy most itt már elvileg a mi fegyverünkkel, amit éppen kiválasztottunk, ami egy cannon, azzal tudnánk lőni rá. Nem biztos, hogy eltalálnánk mindenek után, ugye ez fedezeti gépágyúval 4,3 mérföldre eléggé esélytelen. A célpont sebessége, iránya hozzánk képest,
ha minden igaz. És attack angle-ünk, tehát a angle of attack. Jó, itt ez a minimum-maximum range-e a támadásunknak, mindig az éppen aktuális fegyvert kijelölve fogja ő ezt kiírni nekünk. Jó, menjünk ide, hogy mit csinál, mit ír ki. Sebesség, irány, magassága a célpontnak. Ez mutatja, hogy track while scan módban vagyunk, a PID. Ha most még egyszer rálokkolok, akkor PIC-re megy át, ami már nem track while scan, hanem single track. Tehát ő single track, single target trackbe, STT módba átment, és a DOM az azt jelenti, hogy most már tudnánk, ha minden igaz, gun solution-t csinálni neki. De mi most ezt nem akarunk, hanem átváltunk az 5.30-asra, és látható is, hogy kettő darab karika jelent meg. A kettő darab karika, illetve benne van a képben. Jó. A kettő darab karika azt jelenti, hogy itt ezen a range-en belül van. A teljes range az ugye a teljes távolsága a fegyverünknek. Itt ez az alsó kicsi szegmens pedig azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy innentől kezdve, ha megfordulna és eltűzne bárhogy is, bármerre, akkor sem tudna minket lerázni. Jó. Itt látható, hogy kiválasztottuk az 530-at. Itt látható, hogy a baloldali 530-as van kiszelektálva. Ha szeretnénk a jobb oldalit kiszelektálni, ennek három állása van ennek a gombnak. Jobb, bal vagy autó. Középen van autó, akkor ő majd kiválasztja, általában a baloldalit szokta kiválasztani. Nagyon közel vagyunk, de nem is baj ez. És ugye folyamatosan rajta kell, hogy tartsuk. Fox. Uff. Azt nem mond nekem, hogy tovább repülsz. Hát ez egy jó vicc. Telébe találtam a matrával, és tovább repül. Na jó. Akkor úgyis meg akartam mutatni. Na hát utolértem, és ugye a V betű lenyomásával tudunk előhozni a gunhoz, ugye kiválasztjuk először is a gunt itt, ez a legszélső, és a V betű lenyomásával többször egymás után egy horizontális, egy ilyen kis kör alakú, és egy vertikális, tehát egy vízszintes, egy függőleges és egy kis kör alakú célzó autolock lesz majd, hogyha beintegrálják végre a játékba. Egyelőre még úgy van, hogy az Enter lenyomásával, vagyis a lock gombunkkal, ami nekünk a lock gomb, azzal újra be tudjuk fogni. Meg is jelenik ez a kis karika. És ahogy látható, úgy csökken, ahogy közelebb és közelebb érek, úgy csökken ez a karika körülötte. Ez arra jó, hogy a kis karikát rá kell vinni ugye a repülőre, amit el akarunk találni, és utána a tűzgomb lenyomásával ki tudjuk lőni. Ugye élesíteni kell a fegyvereket, illetve a gépágyút, azt ezzel tudjuk megtenni. És akkor újra megkeresem az úriembert. És ez ugye a radarral méri be, hogy hova kéne lőnünk. Fölé viszünk pont középre. És le is szedtük. Ugott is. És ugye ezt háromféleképpen tudjuk, amikor kanyarodunk, akkor sokkal nagyobb esélye van ennek a függőleges vonalnak, amikor egyenesen repül, menekül vagy felénk repül, akkor nagyobb esélye van, hogy befogja ezzel a vonallal. Ez pedig akkor van, hogyha már nem tudjuk, hogy mit csináljuk. Na jó, nem.
Ez akkor van, hogyha távolodik tőlünk, akkor azt hiszem, hogy a távolodásra jó ez. Vagy a közeledése, vagy a távolodása. Ebben nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy ez is egy ilyen... Itt is látszik egyébként, hogy melyik van kiválasztva, ott a kanon mellett, hogy éppen melyik mód van kiválasztva, és akkor ez a radar assisted. Nyilván, hogyha nem szeretnénk, hogyha a radarral szarakodnánk, akkor csak kikapcsoljuk a radart, és onnantól kezdve nem kell semmit csinálnunk, ez a sávszélesség, ez a szélessége a szárnyaknak, ezt lehet itt növelni vagy csökkenteni, ugye attól függően, hogy mire vadászunk, és sok sikert. No. Keresjük meg a másik kettőt. Kétféleképpen lehet, beszéljünk akkor a harmadik fegyverünkről, ami van. A Magic 2-es. Kétféleképpen lehet használni a Magic 2-est. Ez ugye IR, vagy ugyanúgy, ahogy a fegyverrel, vagy a gépegyúval. Radar asszisztálva. Radarral asszisztálva, vagy pedig simán csak autolok funkcióban. Ahogy így halljuk, hogy sipítozik nekünk, az előttünk lévő légteret már szkenneli is. Hopp, elnézést. Ugyanúgy egyébként lehet használni itt ezt a, amit a gunnál, tehát amit a fegyvernél, vagy a gépegyúnál, lehet használni ezt. Érdemes, nem érdemes, ez mindenkinek a saját preferenciája, de hogyha közelre szeretnénk lőni, közel vadászunk az ellenfelünkre, akkor általában érdemes ezzel lokkot keresni, mint hogy megvárni még autolokkal. Jó. Szerintem a nagy beszélgetésben elhúztam mellettük, bizony. Ott is vannak. Ott van. És be is fogta azonnal, ahogy nyomtam egy entert. Semmi más nem kell csinálnom. Itt ugyanez érvényes, mint a Super 350D-nél. És itt hallatszik is. Jó is, hogy ilyen közel vagyok. Látható volt ez a nagy X. Ez azt jelenti, hogy olyan közelre ő már nem tud menni. Nem tud lőni, illetve nem lesz pontos a találat. Ahogy hallatszik, ez a nagyon idegesítő, sípoló hang jelzi azt, hogy lokkolt, tehát befogta a célpontunkat. Most ugye radar asszisztot választottam ki, de hogyha a radart kikapcsolom, akkor így is befogja. Csak ugye sokkal nehezebb. De ha bekapcsolom a radarra, akkor sokkal egyszerűbben, illetve akkor gyorsabban meg tudom találni a célpontomat. Ugye nyilván, hogyha nem látom magam előtt, vagy valami ilyesmi, akkor a scan meg fogja találni nekem a radarból. Jó, mit érdemes tudni erről az egészről? Ugyanaz van, ami a SIR-nél, vagy a Super 530-nál, a belső kör. És a külső kör, hogyha van, akkor nagyon közel van, és nagyon kevés esélye van, hogy nem találjuk el. TIR ugyanaz, mint az LA az orosz gépeken, tehát hogy Launch Authorized van. Ez jó is nekem. Puff. Talált süllyedt. Ugrott is. Látszik, hogy dobált egy pár flare-t is szerintem, de nem volt sok értelme. Jó. És akkor meg a harmadikat mókából levadászom. Mert miért ne alapom? Ha már ideig eljöttem. Ezt a hülye sípolását megszüntetjük a dolgoknak.
ugye első enterre kijelöli, a TVS módba rakja, másodikba single track, target track módba rakja, és akkor fogsz. Szépen megy is elé. Puff. Kemény dió. Tudod mit? Legyél kemény dió. Elkaplak csak azért is most már. Van még, illetve még annyit ugye, hogy egyet-egyet tud vinni mind a két szárnyon. Tehát összesen négy levegő-levegő rakéta lehet a Mirázson. Ugye range-en belül vagyunk, kaptunk one tone. Fox. Ennél már ugye itt nem tudunk semmit sem csinálni. Splash. Ott az ejtőernyős bácsi is, úgyhogy jó. Na. Nagyjából ennyi a levegő-levegő. Amit még érdemes tudni, ugyan nem szorosan levegő-levegőhöz kapcsolódik, de itt van egy ilyen, hogy fly-by-wire G-limiter switch, itt most A-ra van állítva, ami azt jelenti, hogy elég csúnya G-ket meg tudunk húzni vele a repülővel, nem lesz belőle baj. Ha viszont tele van mondjuk levegő-föld fegyverekkel a gép, nem árt ezt átállítani lentre. Azért, mert ez limitálni fogja nekünk a fly-by-wire húzási lehetőségeit, mint ahogy érezni is, sokkal gyengébben tudom meghúzni a repülőt. Ez azért van, hogy ne szakítsuk le a saját szárnyunkat. Illetve, hogyha leszakítottuk a saját szárnyunkat, akkor tudhatjuk, hogy valószínűleg azért volt, mert nagyon sok terhet vitt maga a szárny, nagyon sok minden volt ráaggasztva, és szépen széthúztuk az arcát. Simán be tudom húzni, úgyhogy beálljon a pilóta. Ezt meg lekapcsolva, éppen hogy csak. Nem is álljul be. Szóval megvéd minket nagyjából attól, hogy hülyeséget csináljunk. Jó. Levegő, nagyjából ennyi. Sziasztok!